A ház kulcsainak átadásával kezdődött a negyedik Albert Favé mustra a közösségi házban, amelyet még a délutáni zápor sem tudott elmosni. Mivel az Albert Falviak közössége már évről évre fantasztikus hangulatot varázsol egy-egy ilyen mustra alkalmából a Gyékényes utcába, mi is örömmel mutatjuk be ezt a remek rendezvényt a helyi értékben. Ez a negyedik alkalommal megrendezendő Albert Falvi mustra, és arra jó, hogy itt a gyerekektől kezdve egészen az esti utcabálig tulajdonképpen minden művészeti ág, hogyha így nevezzük, képviselteti magát, mindenki megtalálja a saját ízlésének, kedvének megfelelő programot. Én úgy gondolom, az ember mindig közösségben tudja igazán megélni az életét, tehát persze az ember egyéni tevékenységet is végez, de közösségben élni ezt az örömöt, a bánatot, a vidámságot, azt mindig másokkal megosztani nagyon jó, ezért nagyon fontos, hogy a közösségi életet éljünk és a közösségeket segítsük, és hát ezért is nagyon jó, hogy Albert Falván elindult egy ilyen hagyomány, és most már tényleg hagyománynak tudjuk mondani, hogy itt az Albert Falvi mustra megrendezésre kerül. Zsolti, még sosem voltam Albert Falván mustrán. Mit jelent ez a kifejezés, pontosabban mit akar? Ilyenkor az Albert Falván működő művészeti közösségek mutatkoznak be elsősorban a színpadon. Természetesen a vendégeket is hívunk, ugye a helyi általános iskolák, illetve a közösségi háznak a felnőtt művészeti csoportjai, ugye mint egy mustra-szerűen évről évre megnézzük, hogy az elmúlt esztendőben mit hoztak létre, milyen új koreográfiákat tanultak, illetve milyen újabb műsorok születtek. Ez már a negyedik alkalom, hogy itt vagyunk az utcán, azaz majd kicsit improvizálni is kell. Így van, most sajnos az eső közbeszólt, és így bevonultunk a közösségi házba, de nem szegte a kedvét az embereknek, hiszen effektíve tudják is, hogy itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közösség ez utcájában van, ez a szabadtéri rendezvény, tehát ha bármilyen probléma, eső vagy vihar van, akkor bemegyünk a közösségi házba. Fantasztikus hangulatú koncertről jöttünk ki az imént, a jazz koncertnél tartunk már, így az Albert Favé mustrán a negyedik alkalommal. Kedves Krisztina, hogy értékeli ezt a rendezvényt, hogy látja ezt a mai napot? Én azt gondolom, hogy a programok szempontjából az egyik legjobban sikerült Albert Falvi mustra az idei. Tehát a legszínesebb, legváltozatosabb előadókat, közreműködőket sikerült összehozni, és valóban tehát többféle zenei műfaj megmutatkozik itt a mai napon. Az népzenétől kezdve a jazzen át a retro dalokig. De a mai napon sajnos az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk. Ez egy picit megakasztotta a programoknak a menetét, és most kezd visszatérni az a jó hangulat, amely eddig délelőtt volt tapasztalható. Azért a táncház az kijött az utcára újra, hiszen megint süt a nap. Viszont milyen programokat hoztak ezzel a negyedik mustrán ide Albert Falvára önök? A mai napnak az volt a szlogenje, hogy egy nap három hangulat. Ugye a délelőtt az abszolút a gyerekeké, amikor a helyi gyerekek mutatkoznak be, illetve báb előadásnak kézműves foglalkozásokat nyújtunk. Délután viszont kicsit a komolyabb művészetek irányába mozdulunk el, így itt volt a Simorák Tánccirkusz, a Buda Ilona Kossuth-díjas népdal énekes, aki nem mellesleg ugye Albert Falvi, hiszen itt lakik velünk együtt. Most éppen Stankovszky Domonkos és bandája a táncházat vezeti, és most kezdődik a Budapest Jazz Orchestrának egy műsor, amik négy énekessel kiegészülve a 20. századba invitálnak minket egy ilyen kvázi virtuális utazásra, filmslágerek, illetve egyéb slágereket fognak nekünk feleleveníteni, kicsit jazzesítve. Hallottam, hogy nehéz volt neki költözött találni, hányan is vannak? 18-an plusz a négy énekes, tehát így valóban sokan vannak. A zenekar maga 20 éve létezik, és rengeteg műsoruk van, többféle műsoruk is van. Ebből az egyik ez a Swing Show, aminek mi vagyunk az állandó vendégei. Azt hiszem, hogy egy olyan 4-5 éve fut ez a program, és sok helyen voltunk már, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, és nagyon szeretjük. Illetve született két lemezünk is az utóbbi pár évben, ugye az utóbbi kettő évben, és hát ez fonogramra is volt jelölve, szóval különösképpen nagyon boldogok vagyunk. És még egyébként csak annyit fűznék hozzá, hogy annak idején 98-ban azt hiszem a Cotton Club Singers miatt jött létre ez a zenekar, és gyakorlatilag mi is valami négy szólamon hasonló stílus viszük tovább. Ez szerintem így a zenekarnak is a szíve csücske. A
amikor ide Albertfalvára jövünk forgatni, akár a helyi értékkel, akár más műsorral, rendszerint mindig azt látjuk, hogy nagyon jól működő közösségek vannak, nagyon sokan járnak így össze. Zsolt említette, hogy törzsveddégek is vissza-vissza jönnek különböző eseményekre. Kik ők tulajdonképpen? Nagyon sokan járnak a közösségi házba, úgy tapasztalom, hogy főleg azóta, amióta a felújításoknak köszönhetően megnövekedett a közösségi tér, több csoport, több program is futhat itt párhuzamosan. Elsősorban Albertfalváról járnak, de nagyon sokan a környező városrészekből, például Kelenföldről, vagy a szomszédos kerületről, Budafokról érkeznek, és úgy gondolom, hogy Albertfalva falusias hagyományait követve nagyon családias itt a hangulat, érződik az idejárókon, hogy sajátjuknak érzik ezt a kis közösségi házat, nagyon szeretnek idejárni, mindenkit ismer, és egy nagyon szoros ismerettségek, barátságok alakulnak ki ezáltal. És egy nagy kézműves foglalkozás volt itt egész nap az Albertfalvi Mustrán. Honnan érkezett kedves Ágnes, és milyen kézműves foglalkozásokkal próbálja lekötni a gyerekek figyelmét itt ma? A Budapesti Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolájából jöttem, és gyakorlatilag egy olyan sokszorosító technikát csinálunk a gyerekekkel, ami hasonlít a linoleum metszéshez. Mi ennek a folyamata, miket kell megtanulni a gyerekeknek, elsajátítani, milyen készségeket? Ez egy nagyon egyszerű dolog, festeniük kell, próbálnak bennmaradni a vonalon, mindjárt mutatok egy sablont. Az a lényege, hogy a domború rész lesz az, amit befestékeznek a gyerekek. Befestékezi, ráteszi a papírt, hengerrel, festőhengerrel egy kicsit átnyomkodja, és akkor utána, amikor lehúzza, akkor ott a nagy mű, mindjárt lesz egy lovacskánk. Fantasztikus, és egy gyönyörű szép lovacska lett, nagyon ügyes a kisnek. Ezeket többnyire én meg a diákjaim készítették, úgyhogy, és persze lehet kérni egyénieket, tehát a lovacska az például úgy készült, hogy ide jött egy kislány, mondta, hogy ő lovat szeretne, mondtam, hogy az nincs, de mondta, hogy de ő azt szeretne, úgyhogy akkor csináltunk neki egyet. Tehát. Én iparművész vagyok és kézműves. Miket árul ma itt, és hányadik alkalommal van itt a Mustrán? Harmadik alkalommal veszek részt a Mustrán, és gyöngyékszereket, egy pici szövést, ásványokat és gyerekjátékokat. Van olyan, ami igazán Lukács Edit, és ami úgy önt jellemzi? Hát talán ezek az ásványékszerek, ezek egyediek. Miért szereti az ásványékszereket készíteni? Mert szeretem magát az anyagot, megismételhetetlen darabokból van, és új inspirációt ad minden egyes alkalommal. És a vevők is általában szeretik. Úgy hallottam, hogy önök fával is foglalkoznak az iskolában? Így van, faipari képzésünk is, dekoratőr képzésünk is van. És most Pécsre készülnek egy nagy pályázatra? Pécsen voltunk most éppen. A Posztnak volt egy országos kirakatversenye, és ott készítettük el a kirakatunkat, úgyhogy lehet nekünk a Facebookon drukkolni és szavazni. A kirakatunknak a címe a Retromadár blokknak csapódik, és a forró aszfaltra zuhan. Úgyhogy lehet ennek a kirakatnak nyomni a lájkokat, és akkor talán mi nyerjük ezt az országos versenyt. Hát ez én vagyok a lakjám, vagy az én szívem, lelkem, én vagyok a Bercica. És amik itt vannak az asztalon, azok alapvetően mivel készülnek? Sok mindennel foglalkozok, az elsődleges az üveggyöngyökkel ékszereket készítek, és emellett a kötéshorgolás, ami mindig szívem csücske volt, és az ilyen egyedi dolgokkal foglalkozok. Kedves legyen, szép legyen, és benne legyen. Tehát mindegyiknek van egy lelke, tehát aki kapja, az én lelkemből is kap egy részt. Kaktuszokat hoztam most a vásárra, illetve manókat, szerencsehozó manókat, mindegyik név szerinti, mindegyik személyes ajándék tud lenni valakinek. És a hányadik alkalommal van itt a Mustrán? Első alkalommal is nagyon örülök, hogy meghívtak. Remélem, hogy jövőre is lesz szerencsénk. Mindegyiket kedvelték a gyöngyöket is, és a tűzrománcot is, sőt, vannak rakamazitúr medáljaim, úgyhogy ezek a jelvények, ezek a nemzeti és népi motivumos dolgokat nagyon népszerűek tulajdonképpen mindenféle helyen. És az egész országot járja ezekért az alkotásokért? Hát valamikor az egész országot, most már csak a Pest megyét, meg Budapestet. Mitől lesz igazán szép és ízléses egy ékszer ön szerint? Hát
tulajdonképpen szerintem attól a lélektől, amit a készítője beletesz. Régiek vannak, amik a nagyanyáinkról maradtak, olyan régiek, aztán ezek újak, ezeket mi készítjük. És kedves Mária, ön honnan érkezett ide Mustrára? Erdélyből, Székről, Kolozsvár megyéhez tartozik. És kik készítették ezeket? Hát én is, meg a faluba is. Így össze szoktunk szállani, és akkor úgy... Milyen hímzéseket lehet itt látni, melyik micsoda pont? Ez az eredeti széki, ez a vetett ágyon van, ilyen rámávarottasnak hívják, ez direkt széki minta, ezek pedig kalotaszegiek, ez írásos. Egy ilyen írásos kalotaszegi mennyi idő alatt készül el, mondjuk egy profinál? Hát biztos kell 2 hét beléje, hogy meglegyen. Kedves Zsolt, nyáron megáll az élet itt a közösségi házban, vagy azért lesznek még programok? Hát még lesz, mert még ugye Zsolti bácsi konyhája, illetve a női sarok is még lesz júniusban. Járon egy 3 hétre be fogunk zárni, de akkor is azért, hogy egy kicsit felújítjuk, átalakítjuk a házat, majd észreveszik, akik jönnek hozzánk ősszel, hiszen a színpadot fogjuk megcsinálni, a függöny szerkezeteket átalakítjuk, tehát látványos lesz. A kertet követően arra készülök, hogy szeretnék egy zöld falat létrehozni a közösségi ház előterében, tehát ennek az előkészítése folyik majd most. Mi lesz ez a zöld fal? A zöld fal tulajdonképpen egy nagyon-nagyon különleges és nagyon szép dolog. Az embereknek a környezetét lehet a segítségével sokkal hangulatosabbá, lakályosabbá tenni, és tulajdonképpen itt különböző növények, zöld növények vannak beültetve, és itt a falon lesz ez elhelyezve. Már a nagy társasházakban, a most épülő társasházakban is nagyon gyakran terveznek zöld falat, illetve magán lakásokban is. Tehát gyakorlatilag így sokkal látványosabban lehet tenni a környezetet, sokkal inkább feldobja, tehát melegebb, hangulatosabbá válik az egész tér ezáltal. Én azt hiszem, hogy Gabrielle kapuk tojások vagyunk kicsit, mert olyan tág a műfaji elrendezése az életünk, mert én színésznő vagyok, közben 10 éve megjelent egy... Énekes. Igen, azt már mondtam. Rock musicalekben játszom, közben meg klasszikus korrepetitor, szóval rengeteg. Tehát szerintem ma Magyarországon nem lehet 2 lábon állni, inkább 8 ahhoz, hogy legyen életünk. És azt hallottam, hogy igazán van budapesti íze is ennek a jazznek, amit játszottatok. Budapesti íze attól van leginkább, hogy a régi magyar slágereket most hallotta a közönség először, amikor ez a lemez megjelent, így big band verzióban meghangszerelve, újra hangszerelve Zakar Zoltán, Csejtei Ákos, Hárs Viktor által, és a Budapest Jazz Orchestra büszkesége ez, hiszen a magyar kultúrának ez nagyon fontos része, egy kultúrmisszió. Teljes zenekar itt volt? Fölfért mindenki a színpadra itt Albert Falván? Igen, már csak mi nem fértünk föl, úgyhogy mi egy szinten voltunk a közönséggel, úgyhogy nagyon, nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük szépen a meghívást.